Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás július 14-éig. Hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik. Itt van a szimbóluma, megnézzük, hogy mi történik ezen a napon, milyen az energia. Itt a kutya látható. Természetesen utalhat házi állatokra is. De jelenti a hűséget, és ez most egy fontos téma. Azon kívül szimbolizálja a barátokat. Lehet, hogy lesz egy találkozás, vagy egy új baráti kapcsolat. Azt is jelentheti, hogy valaki barátságosan közeledik hozzád. A keddi nap itt látható, és a keddi nap fölött Mars bolygó uralkodik. Ez a kártya szimbolizálja a felhőt. A felhő utalhat egy olyan témára, ami ezen a napon átláthatatlannak tűnik. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Lehet, hogy egy barátság, egy régi barát vagy barátnő visszatér hozzád, és fél évvel ezelőtt volt kapcsolat köztetek. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Itt látható ez a lovas hölgy, ez lehet egy férfi is, különösen a Lenormand kártyánál, a klasszikus Lenormand kártyánál tulajdonképpen egy lovas férfi látható. Mindegy, lehet egy nő, lehet egy férfi is. Az a lényege, hogy valaki közeledik hozzád, keresi veled a kapcsolatot. A kártya azt is jelentheti, hogy mozgásba jönnek az események, vagy olyan témákat érint, ami mozog. Például egy autó vásárlása, eladása, vagy egy jogosítvány, vagy egy költözködés, vagy egy kirándulás, vagy egy sporttevékenység. Mindaz, ami mozog és összefüggésben áll például egy autóval, mindezt jelentheti ez a kártya. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt látható a virágcsokor, ez jelentheti a te szépségedet, a te jó ízlésedet, egy kreatív tevékenységet, vagy a kerti munkát, de utalhat egy kellemes meglepetésre, utalhat egy ajándékra, vagy egy meghívásra is. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Pénteken van egy Lilith energia. Ez aktiválja a kívánságokat, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, de ezen a napon úgy érezzük, mintha ez olyan távol lenne, szinte elérhetetlen. Hajlamosak vagyunk arra, hogy feladjuk a terveinket. Az is lehet, hogy van külső befolyás, és valaki azt mondja neked, ah, ne álmodozz olyan sokat, ebből úgysem lesz semmi. Ezen a napon, pénteken a hold eléri a lefele mozgó kármikus csomót Kétút, és aktivál kármikus témákat. Kétúnál a múltról van szó, az emlékekről. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt szerelmi dolgokról van szó, ez jól illik Vénusz bolygó energiájához, hiszen szimbolizálja a szerelmet, a párkapcsolatot. És szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik. Itt lesz egy hír, vagy egy meghívás,
Az is lehet, hogy ez a levél utal bizonyos szerződésekre. Itt fontos lesz a kapcsolat, ez a hír, vagy azt is jelentheti ez a kép, hogy valaki vár arra, hogy te írj neki. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Megnézzük, hogy mi történik vasárnap. Itt van az ostor, valaki ostorozni akar téged, ami azt jelenti, hogy valaki tudatosan meg akar bántani. Légy kicsit óvatos. A képen egy hölgy látható, de mint mindig, a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. Lehet, hogy tényleg egy nőről van szó, de előfordulhat, hogy egy férfi akar megbántani téged, vagy megbántott téged. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze leírhatod a véleményedet a kommentárba, annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!